mozaik, ahol a legjobb duma folyik. Ez a mozaik, itt megtudod, hogy mi zajlik. Ez a mozaik, híradó előtti napra kész áradat. Ez a mozaik, politika, film, kultúra, divat. Köszöntöm Önöket! Ma is változatos, színes témákkal jelentkezik a Mozaik élő műsora. Mutatjuk is a tartalmat röviden. Hogyan válasszunk túraútvonalat? Hegyi mentő és hegyi vezető válaszol. Kálmán nap, kamaradráma a mozivásznon. Stábunk a kolozsvári filmvetítésen kapta lencse végre a színészi csapatot. A szeptember a televíziózás, a televízió és ezen belül az RDTV hónapja, ma a Gyere mesélj műsorunk lesz terítéken. Kollégáink a Taste of Transylvania harmadik kiadására látogattak és különlegességeket is megkóstoltak. Az elmúlt évekhez képest idén, mintha valamivel korábban beköszöntött volna az ősz. Ez pedig az az időszak, amikor a természet színvilága elképesztő látványt nyújt mindannyiunknak. Nagyon sokan indulnak ilyenkor hegyvidéki túrára, főként a hétvégén. A hegyi mentők és a túravezetők azonban rendszeresen figyelmeztetnek, hogy miként választunk magunknak megfelelő helyszínt, személyre szabott túraútvonalat, és mit tegyünk ilyenkor mindenképpen a hátizsákunkba. Annak érdekében, hogy nézőink is szakavatott tájékoztatást kapjanak, meghívtuk a Mozaikba Tulit Zsombor hegyi vezetőt, akit online kapcsolunk, a stúdióban pedig itt van a Maros megyei hegyi mentőszolgálat vezetője Kovács Robert. Köszöntelek benneteket! Sziasztok! Köszönöm a nézőket! Zsombor, úgy tudom, egy rövid családi kiránduláson vagytok éppen, amely valamikor februárban kezdődött, és ha nem tévedek, akkor novemberben ér véget. Hogy vagytok? Hol jártok éppen? Kitűnően vagyunk. Hát ez tényleg így van, hogy rövid. Mi sajnos csak 9 hónapra kellett ezt szabjuk, ezt a kirándulást, hiszen a gyerekek járnak iskolában, mindvégig online végzik a sulit, ez idő alatt is, amíg el vagyunk utazva. Miután bejártuk az arab félszigetet, után Mongólia, most Szibériában vagyunk, Novoszibirszkbe jelentkezünk innen a Vasútmúzeum elparkolójából. Amikor itthon vagy, gyakran kísérsz te is túrázott csoportokat a hegyekben. Hogyan választjátok ki ezeket az útvonalakat a túra tervezése során? Melyek a legfontosabb szempontok? Hát a legfontosabb szempont az mindenképp a csapatnak a felkészültsége, úgy a fizikai, mint a technikai tapasztalata. Tehát nem mindegy, hogy nyártéri túrának indulunk neki, nem mindegy, hogy hó van, vagy jég van, vagy éppen csak egy sima magas hegyi terep, vagy éppen sziklamászásra készülünk, vagy jégmászásra, tehát ennek megfelelően természetesen a részben a kliens az úr, hiszen ő mondja el, hogy mit szeretne, és akkor az ő technikai és fizikai felkészültségének megfelelően választunk útvonalat. Robert, ehhez képest mit mutat a gyakorlat? Milyen problémákkal találkoztok, szembesültök a leggyakrabban hegyi mentőkként? Hol követik el a leggyakoribb hibákat a túrázók? Azok az emberek, akik már hegyi túravezetővel indulnak kirándulni, azoknak már egy nagy plusz van, hisz egy megfelelő személlyel mennek, aki ismeri a terepet. Sajnos nálunk Romániában ez még nagyon gyerekcipőbe jár. Nagyon ritkán fogadnak hegyi túravezetőket az emberek a román hegyek megmászására. Inkább külföldön van ez nagyobb, hogy mondjam, hagyománya ennek. De természetesen itt is egyre többen fordulnak a hegyi vezetőkhöz. Hát egyértelmű, hogy ha azok az ismeretek, amik szükségesek a hegymászáshoz, ha nincsen meg, és egy rossz túraútvonalat választ az ember, akkor rögtön bajba keveredik, és ahhoz, hogy eltervez egy szép napot mondjuk a hegyen, nagyon rosszá fordulhat. Ennek érdekében nagyon fontos, hogy mindig előre tájékozódjunk,
tudjuk kiválasztani azt a túraútvonalat, amire képesek vagyunk, a fizikai kondíciónk, a technikai tudásunk, úgy, ahogy Zsombi is mondta, és ennek megfelelően választunk egy csapatot, amivel felmegyünk a hegyre. Zsombor, nézzük a kötelező felszerelést. Mi az, ami mindenképpen kerüljön be a hátizsákba, és mi az, ami általában bekerül, de teljesen felesleges? Ha tudnál ilyet mondani. Az már egy jó pont, hogyha van hátizsák. Tudna Robi is ezekről mesélni, tehát a kellő felszerelés mindenképpen a ruházat és a kellő lábbeli. Tehát gondolok itt ruhára, ami hidegben használatos, olyan ruhára, ami melegben használatos, mi van, hogyha havaz, kellő lábbeli, turabakancs, most már kezdtünk hajlani a turacipő fele is, én még elég idős vaskalapos vagyok, én azt mondom, hogy a bakkancs, ami turázni alkalmas. Fejlámpa, térkép, kommunikációra alkalmas eszközök, élelem, víz, nem mindegy, hogy két órára megyünk el, vagy egész napra megyünk el. Mindig tervezzük úgy az élelmet és a víznek a mennyiségét, hogy lehetséges, hogy csak pár órára tervezzük a turát, de előfordulhat, hogy maradunk éjszakára. Egy Sirius fólia, ami akár egy kín éjszakázáskor melegen tud tartani. Mindenki a képességünknek megfelelő túraútvonalat választunk, és arra a kérdésedre, hogy mi az, ami pluszban szokott lenni a hátizsákban, hát ne próbáljunk mindennek a pótját vinni. Tehát ha van egy turabotunk, nagyon jó, de ne vigyünk ebből hármat, kettő bőségesen elég. Ne vigyünk 20 darab pótelemet, elég a fejlámpába és a GPS-be egy-egy rend pótelem. Tehát ne próbáljuk azért túlzottan biztosítani magunkat ezekben, mert akkor kiderül, hogy óriási mennyiségű felszerelés cipelésére kényülünk, tehát ezt is azért mellőzzük. Első segély, ami nagyon fontos, annak ellenére, hogy a hegyi mentő szolgálatot most már nagyon könnyen, nagyon gyorsan igénybe tudják venni a turázók is, a hegyi vezetők is. Igen, erről mindenképpen szerettem volna megkérdezni. Minimális első segély. Megkérdezni Robert, tehát, hogy hegyi mentőként mit javasol a túrázóknak? Mit tartalmazzon az úti patika, főként, hogyha gyerekekkel túrázunk? Hát egyértelmű, hogy kell legyen nálunk első segélyfelszerelés. Nem kell egy nagy mennyiséget vinni magunkkal, és a csapat tagjainál nem kell mindenkinél kötelezően legyen. Ezt össze kell beszélni, főleg, hogyha gyerekeket viszünk magunkkal, hogy ha esetleg problémásabb, vagy szokott fájni, feltörik a lába a gyereknek, meg kell beszélni, hogy ne új tura bakkancsba például induljunk el az útra, és ennek függvényében a csapat megbeszéli, hogy kinél lesz ez az első segély felszerelés, és nem nagy mennyiségben, de egy minimális ott kell legyen a hátizsákunkban. Ez például egy fásli, egy raktapasz, egy fájdalomcsillapító, hidrokortizon kenőcs például, hogyha egy daráscsipésér allergiás esetekre, ez mindenképpen ott kell legyen a hátizsákban, és amit említett Zsombor, az nagyon fontos, hogy a Sirius fólia legyen benne. Ez egy olyan fólia, amit egy sérültet be tudunk takarni, és megtartsa a testmelegét, amíg odaér mondjuk a mentőcsapat. Úgyhogy nem kell túlzásba vinni, de például az interneten is utána lehet nézni, mielőtt elindulunk egy túrára, hogy mit kell tartalmazzon minimálisan egy kis elsősegély csomag, és ez egy személynél legyen a csapatban. Zsombor, melyek azok a veszélyek, amelyekkel mindenképpen számolni kell ilyenkor? Sokan mondják, hogy ilyenkor a legrosszabbra kell készülni, még ha annak elég kicsi is a valószínűsége. Nem vagyok én ennyire látó, tehát azért nem kell rosszra készülni, ugyanakkor jó az, hogyha körültekintőek vagyunk. Tehát a logiai körülmény, próbáljunk tájékozódni már korán, hogyha téli terepről beszélünk, akkor ne csak aznap nézzük meg, hogy éppen havazik-e, hanem kövessük azt, hogy azon a terepen
egy hete havazott, vagy három hete havazott, vagy két napja havazott. Próbáljunk informálódni helyi meteósoktól, helyi hegyi mentőszolgálattól. Mindenképp az időjárás az egy fontos faktor. Ugyanakkor helyiektől megérdeklődni azt, hogy az útvonal, amit mi terveztünk, az útvonal, igen, úgy tűnik, hogy a távolság miatt egy kis műszaki probléma merült. Hát folytassuk innen, hiszen szerintem te is nagyon jól látod ezt a kérdést. Hát igen, ez a legfontosabb, hogy megnézzük az előrejelzést. Uh-huh. Azelőtt legalább egy nappal ezt tudnunk kell, hogy mire készüljünk. Fontos az, hogyha ilyen kódok vannak, például sárga, narancssárga, piros kód arra a hegységre, ahová készülünk, akkor inkább halasszuk el a túrát, és a hegy ott megvár, és ott lesz következő héten is. Nagyon oda kell figyelni a helyi túraútvonalaknak a technikás részeire. Nézzük meg, hogy milyen nehézségű fokozatú az az útvonal, hisz lehet egy nem technikás útvonal, de mondjuk ha 20 kilométeres távolságot kell bejárni egy nap alatt, és mondjuk egy 1000 méter szintet kell mászni, akkor egy sima hegyi ösvény is nagyon nehézé tud változni, és mindenféleképpen amire oda kell figyelni az erőnk beosztására, és arra, hogy a túra nem ér véget a csúcsmászással, hanem onnan le is kell jönni, és akkor szokott történni a legtöbb baleset. Közben ismét itt van velünk Zsombor, hogyha nem tévedek, és halljuk egymást. Nagyon jó. Zsombor, hogyha valamilyen baj történik, és akkor itt ki is választottunk hármat, például eltévedünk, vagy vihar történik, következik be, vagy esetleg találkozunk egy medvével, akkor mit tegyünk? Ha medvével találkozunk, akkor majdnem semmit, próbáljunk pont olyan csendbe, sajnos, tehát ha csendbe értünk oda, akkor pont olyan csendbe távozzunk onnan, időbb fel magunkat, magunkra a figyelmet, hogy ez ne forduljon elő. Én úgy gondolom, hogy ezekben a medvés történetekben mindig hiányzik a médiából az első 10 másodperc, hogy mi az, ami okozta azt a találkozót, vagy mi az, amiért létrejött ez a találkozó. Én nem a medvét látom nagy veszélynek, hanem az embert saját magára nézve veszélyes, pont ezért, amit Robi is mondott, hogy tudni megfordul. Az megvár a meteo körülmények és ezek a természet okozta faktorok sokkal gyakoribb gondot okoz, mint a medve. Uh-huh. Természetesen a medve is a vele járója. Mindenképpen, ha gond van, akkor próbáljunk menedékbe húzódni, tehát hogyha valami hideg van, eső van, havazás van, próbáljunk olyan helyre húzódni, ahol ez a pillanatnyi veszély megszűnik, és egyértelműen megfordulni, visszamenni, ha erre képtelenek vagyunk, akkor csapatot kettéosztani, az, aki tud, az visszafordul, aki nem tud, az elmegy segítségért. Ha éppen olyan szerencsénk van, hogy van telefonjel, értesítjük a hegyi mentőket. Ugyanakkor nem akarom én Robit megbántani, de ne várjunk a hegyi mentőktől, és egy csodát, tehát azért segíts magadon, és az Isten is megsegít, tehát azért tegyél azért, hogy valami pozitív történjen, mert előfordulhat, hogy amíg a hegyi mentők odaérnek, az a késő is lehet, mert ez órákba telhet. És végezetül, Robert, tőled kérdezném, hogyha baj van, akkor hogyan kérjünk segítséget? Hát a legjobb a módszer az az 112-nek a hívása. Ezt a telefonszámot bármilyen mobil szolgáltatóról lehet hívni, akkor is mondjuk, hogyha a mi szolgáltatónknak nincs jele, hanem egy másik szolgáltató van. Uh-huh. Úgyhogy az 112-t javasolom mindenkinek. Az 112-nél pedig, ahogy megtudják, hogy mondjuk egy ilyen nehezen megközelítő terepen vagy hegyi vidéken történt a baleset, vagy onnan kérik a segítséget, akkor rögtön kapcsolják a hegyi mentőszolgálatokat. Figyeljünk oda az elhangzottakra, én azt javaslom, és akkor nagy valószínűség szerint nem lesz baj a későbbiekben. Zsombor, nektek élménydús barangolást kívánunk, és utána jó utat hazafelé, és köszönöm szépen a beszélgetést.
Két pár, öt szereplő, egy ház, milliónyi megoldatlan probléma. Így jellemezhető a Kálmán nap. Hajdu Szabolcs párkapcsolati sorozatának második része. Stábunk a kolozsvári filmvetítésen kapta lencse végre a színész csapatot. Szeptember 13-ától az erdélyi mozikban is megtekinthető Hajdu Szabolcs párkapcsolati trilógiájának második része, a Kálmán nap. Az alaptörténet azzal kezdődik, hogy Kálmánhoz és Olgához vendégségbe érkezik Levente és Zita megünnepelni a családfő névnapját. A film gerincét a két 40 éves pár dialógusai képezik. Két házas pár története, akiknek egyiknek sem felhőtlen a kapcsolata, de mind a kettőjüké másképp, vagy mind a négyüké másképp. Egy vihar előtti csend tulajdonképpen, ami még bárhova kifuthat. Leventének nincs ideje utána járni, meg nem is nagyon szeret ezzel foglalkozni. Mi az, hogy nincs ideje utána járni, meg nem szeret róla beszélgetni? Hát semmiről se szeret beszélgetni, mostanában az az igazság. Olyan, mintha ő a folyó egyik partján lenne, én meg a másikon. Nem tudom, hogy mit lehetne ezzel csinálni. Talán, ha lenne még egy gyerekünk, az mi az? Szerinted megoldás lenne? Hát azért egy kicsit felfrissíteni a dolgokat. Miért? Az a gyerek közös lenne? Azon is csak te törődnél. A film műfaját tekintve egy kamaradráma. A történetet Hajdu Szabolcs a színpadra rendezte, majd évekkel később megfilmesítette az alkotást. Így született a Kálmán nap. A Kálmán nap az tulajdonképpen Hajdu Szabolcsnak a trilógiájának a második része. Rendezőként, színészként és forgatókönyvíróként vesz részt a produkcióban. A filmet megelőzte egy színházi előadás, és ez a trilógia mindhárom részében így volt. A film nagy része egy valós otthonban játszódik, amelynek 100%-osan megőrizték az eszenciáját. Csupán a színdarab ikonikus díszletelemeit helyezték el benne. Mivel ilyen kamaradarabok ezek, az Erneláik Farkaséknál az Hajdu Szabolcsnak gyakorlatilag a családjukkal a közös otthonukban készült el, és kerestünk egy olyan helyszínt, ami nem áll attól nagyon-nagyon távol méretében, viszont hangulatában egy teljesen más világot hoz be, és szerencsénk volt, mert hogy nem sokkal a forgatás kezdése előtt egy rendező ismerősünknek a házát azt megkaptuk, felajánlotta a forgatásra, és gyakorlatilag az ő otthonában lett leforgatva a Kálmán nap, ami egy pici tér, viszont egy nagyon pici stábbal azért működőképes volt. A karakterek amennyire különbözőek, annyira hasonlóak is. Míg Zita a sokat beszél, keveset mond típusú karakter, Tóth Orsolya egy megfontolt és visszahúzódó Olgát alakít. Csendes visszahúzódó, aki nagyjából fogja, hogy milyen helyzetben van, de még nincs meg a kellő löket hozzá, hogy lépjen ebből a szituációból. Kálmán karakterét maga a rendező alakítja. Jellemzően sarkos véleményt formál a filmben, ezt viszont csupán felesége előtt meri felvállalni. Leventét az elnyomott férjet Szabó Domokos színész lehengerlő alakításában láthatjuk. Legfőbb jellemzője a szűkszavúság és a fanyar humor. Nekem abból a szempontból nem volt nehéz dolgom, hogy bennem is bennem van ez. Ezt csak ki kellett hoznom. Nyilván a rendező ráézett abból a szempontból, hogy nekem van egyfajta ilyen humorom, de a civil énem az nem ilyen, viszont azt fel kellett emelni ahhoz, hogy ez olyan legyen, amilyen a vásznon látható. Ez a figura egy visszafogottabb figura, később így kitör, meg így picit úgy megpróbál érvényesülni, de ez azért érdekes, mert nekem nagyon kellett figyelnem a karakterformálás alatt arra, hogy a feleségem alá kell menjek. Tehát nekem is olyanná kellett válnom, hogy ő egy dominánsabb figura a hétköznapokban, viszont amikor
egyes visszajelzések arról tanúskodtak, hogy azt mondják, hogy velem vannak inkább, mint mondjuk a feleség, hogy ő az elnyomó, nem, akkor így balanszba ért a dolog, mert akkor mindenki megtalálta azt, hogy kivel megy adott esetben, amikor nézi a filmet, és ez nekünk egy hatalmas visszajelzés. A kritikusok úgy fogalmaztak. A mély dialógusok üde színfoltja Ernő. Ernő egy megözvegyült ezermester, aki Kálmánéknál dolgozik. Szállóigéje a gyakran humorforrását képező. Há, igen. De azért ki tudott teljesedni? Kérem? Hát, hogy ki teljesedett a személyisége? Há, igen. Kiegyenesen nem eredett végül is. Nagyon érdekes dolog, hogy megjelenik a filmben két középosztálybeli középkorában lévő házaspár, és abba becsatlakozik ez az úgynevezett háztartási alkalmazott Ernő, aki benne van a család hétköznapjában, és gyakorlatilag hozzájuk tartozik, az életük része. De azért mégiscsak éreztetik, hogy van egyfajta különbség a két társadalmi réteg között, és szerintem ez egy elég erős kontraszt a filmben, hogy lássuk, hogy van egy ilyen oldala is ennek a dolognak, és van egy másik oldala is, és ezt Ernő képviseli. Azokat az embereket, akik úgy mindentől meg vannak fosztva, és nincsenek kapaszkodások semmilyen szinten, sem társadalmi, sem morális, sem erkölcsi szinten. És ez a házaspár mégiscsak úgy érzi, hogy úgy gondolja, hogy Ernőnek ott van a helye köztük. Ez egy érdekes játék egyébként a filmen belül. Ez egy kiáltvány. Ezekért az emberekért, akik úgy élnek, mint Ernő, akik elvesztettek minden gyakorlatilag, és nincs senkiük és semmiük. A Kálmán nap egy kerek egész, a röpke 71 percen keresztül megsirat és megnevettet, elgondolkodtat és beszélgetésre hív. A szeptember a televíziózás, a televízió és ezen belül az Erdély TV hónapja itt a Mozaikban. Nézőink már megszokhatták, hogy vasárnaponként a Gyere mesélj című műsorban Béres Ildikó kolléganőmnek mesélnek érdekes karakterek, izgalmas történeteket. Hogy ez milyen mértékben lesz így az új évadban is, arról már Béres Ildikó műsorvezetővel beszélgetünk, aki itt ül már a sárga kanapén. Szia Ildikó, üdvözöllek a Mozaikban. Szia Barni, üdvözlöm a nézőket. Úgy tudom, hogy az új évad első műsorán már túl is vagytok. Milyen volt ismét reflektorfényben ülni? Mennyire hiányzott ez neked? Nagyon hollywoodi voltál, reflektorfény, de igazad van, ezt így mondjuk. Bár én most megsugom neked, hogy sokkal jobban szerettem a kinti forgatásokat. Az Erdély TV nézők ezt nem láthatták, ezeket a műsorokat, amikor szabadon lehetett sétálni, kapálni, kaszálni, csónakázni, tevékenykedni a nézőkkel, de itt nálunk a stúdió felvételek, felkapcsolják a reflektorfényeket, és indul a műsor. Visszatérve a reflektorfényhez, a napfényt is élveztem nyáron, és nagyon rövid volt a nyár, mert nagyon hosszú ideig dolgoztunk a Gyere mesélyben. Talán a nézők emlékeznek, hogy még nyáron is volt egy külön kiadásunk, mert nagyon vártuk a Korda házas párt, de a Vizer az megviccelt minket. Se este nem indult a gép, se reggel, se délben, csak a mikrobusszal érkeztek, és bizony. Épp, hogy beestek a koncertre, és már nem tudtak bejönni hozzánk a stúdióba. Így sajnos online készült ez a beszélgetés. De mi legalább a koncerten ott voltunk, és igazából örültünk a Korda házaspárnak, hogy itt jártak Marosvásárhelyen. És mi örültünk volna, ha itt mesélnek bizony. A stúdióban, de ez egy B megoldás volt. Ez sem volt rossz, de nem gyakoroljuk. Viszonylag egy új műsorról beszélhetünk, hiszen ha nem tévedek, akkor tavaly karácsonykor debütált a Gyere mesélj. Nem telt el nagyon sok idő, de azért nyilván nagyon sokat dolgoztatok ebben. Számíthatunk-e arra, hogy bizonyos mértékben, bizonyos szempontból, tartalmileg, vagy akár a díszlet tekintetében megújul az adás? Folyamatosan újul ez az adás. Az Angyalka hozta nekünk is ezt a műsort, szinte meglepetésnek. Nagyon gyorsan készült el a műsor.
tudjuk azt, mi kollégánk, hogy ahhoz, hogy egy új műsor előkészüljön, ahhoz a díszlettől megkezdve minden, rengeteg ember dolgozik rajta, és nem voltunk egészen kész a koncepcióval. Azt tudtuk, hogy egy vasárnap esti műsor van készülődőben, egy nagyon könnyed beszélgetéssel, egy 20-25 perces és színes bejátszásokkal. Mondhatjuk úgy is, hogy egy vasárnap esti mozaik. De aztán időközben rájöttünk, hogy ezek a bejátszások akkor működnek igazából jól, hogyha nagyon szorosan kapcsolódnak a vendéghez. Amikor meg tudjuk őket lepni valamivel, és olyan dolgokkal tudjuk meglepni, amikor igazán szoros kapcsolatban állnak ezekkel a bejátszásokkal, azokkal az emberekkel, akik megszólalnak, akik értékelik, szeretik őket, valamikor együtt sírtak, együtt nevettek, együtt értek el eredményeket. És most már a műsor így alakul. Uh-huh. Említetted a Korda házaspárt. Tudjuk azt, hogy a műsor vendégei többnyire nagyon érdekes karakterek, ezt a felvezetőben is elmondtam. Hogyan találjátok amúgy meg őket? És melyek azok a szempontok, amelyek szerint választok közöttük? Hát nagyon sok érdekes és értékes ember él itt Erdélyben és Magyarországon is. Folyamatosan keressük őket, követjük a fellépőket, itteni embereket, színházakat, koncerteket, folyamatosan kutatunk, nyomozunk, és elég néha egy érdekes történet. Vagy hát azért tudjuk a művészvilágban, hogy ki az, aki egy nagyon értékes ember, ki az, aki értékes, de még nem volt az Erdély TV-ben. Én főként őket keresem. Könnyen megnyílnak? Attól függ. Ez mindig vendégfüggő, de azt hiszem, hogy nagyon sok szempont behatárolja, mert függ attól, hogy milyen a vendégnek a hangulata, milyen a te hangulatod, milyen a stúdióban a hangulat. És hogyha ez mind passzol egymáshoz, akkor igen, nagyon-nagyon szép történeteknek voltam a tanulja. Adnál egy kis ízelítőt a nézőinknek? Kik azok, akikkel biztosan találkozhatnak az új évadban? Nagyon hosszú a listánk, de akikkel biztosan, a 4th Street for frontembere, Alinni Kuca lesz a vendégünk a következő vasárnap, de a Grillus testvérekkel is találkozhatnak, Janza Kata és a lánya is a vendégünk lesz, Mátrai Laci, és nagyon szeretném Nemes Leventét a gyeremesében látni, aki tegnap ünnepelte a 85. születésnapját, úgyhogy innen is Isten éltessen Levente. Szerinted a jelenlegi rohanó világunkban mennyire fontos a nézőknek, hogy lássanak a televízió műsorokban ilyen történeteket, ilyen meséket, és hogy valóban megnyíljanak azok a sztárvendégek akár, akiket esetleg színházi produkciókban vagy filmekben láthatnak, és a magánéletükről kérdezzétek, illetve a személyes élményeikről, történeteikről. Van a televíziózás ezen részének jövője? Szerinted hogy látod? Hát nagyon reméljük, Barni, hogy van. Szerintem azért is fontos, hogy ismerjük egymás történeteit, merjünk róla mesélni ezekről a történetekről, mert tanulni is lehet belőle. Mint minden történetből. Milyen mértékű kihívás ez neked, ez az műsor, ez az adás? Mi az, ami valóban kihívásnak számít, és miért? A nyomozás. Az, hogy én megtudjam azt, természetesen vannak kollégáim, akik segítenek ebben, hogy a meghívott személynek kik a legközelebbi barátai, rokonai. Addig, ameddig a vendég a stúdióba kerül, én már úgy érzem, hogy szinte családtag vagyok. Tudom ki az édesapja, édesanyja, a gyermeke, szomszédja, kollégája. De közben az egy nagyon érdekes dolog, hogy vannak emberek, akik nagyon sokat tudnak egymásról,
De vannak, akik viszont nem. Most képzeld el, hogy mi kollégák vagyunk, és ha megkérdeznének téged rólam, akkor biztos, hogy nem tudnál nagyon sok mindenre válaszolni, hogy kit szeretek a legjobban, kivel volt a legnagyobb élményem. Úgyhogy vannak meglepő dolgok számomra, amikor nem mindig olyan egyenes az az út, és ez egy nagyon hosszú folyamat, ameddig megtalálod azt az embert, akinek elsősorban a vendég nagyon örül, és a nézőknek is érdekes. Nagyon röviden végezetül mondjuk el, hogy vasárnap mikor kerül adásba a következő műsor. Vasárnap 16, vagyis 18 órától láthatnak minket, mint minden vasárnap, és a 4 Street Front embere Alin lesz a vendégem, és egy nagyon jót beszélgettünk. Bizony, beszélgetésünk végén mi is megmutatjuk akkor a vasárnapi műsor beharangozóját. Én nagyon sok sikert kívánok nektek, és köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is. Fogadott székelyként egy magyar zenekar élén vált ismerté itthon és külföldön egyaránt. Vasárnap Alin Nikuci mesél, és ezúttal nem a bornak, hanem nekünk. Mindig úgy tudunk visszatekinteni, hogy ott hagytunk valami értéket, értékeset, legyen az barátság, vagy egy nagyon jó élmény, vagy egy jó koncertet, és ezért is büszke vagyok magunkra, mert meg tudtunk maradni közvetlen embereknek. Az is kiderül, hogy milyen frontember és milyen barát. Segítőkész. Tehát bármi van. Ilyen törtető. Sokszor bebizonyította a zenekarnak, hogy nincs lehetetlen, tényleg. Talán a sikerünknek az egyik kulcsa az, hogy ő ilyen. Úgy fogalmazott egyszer, hogyha van egy forgatás, mondjuk videóklip forgatás, és ha kell egy piros tyúk egy jelenetbe, és csak sárga van, akkor az be kell festeni pirosra. Ez nála azt jelenti, hogy mindig meg kell oldani mindent. De nem csak a 4 Street zenekar, hanem Bagosi Norbi és Viki Dál Gyula is mesél vasárnap este 6 órától. Nézzék tehát vasárnap is az Erdély TV műsorát. A festői gyímesi skanzenben zajlott a hétvégén a Taste of Transylvania harmadik kiadása. Rengeteg étel különlegesség és hagyományos ízek találkozása volt ez a gasztronómiai rendezvény, ahova kollégáink is ellátogattak. Nézzük, ők mit kóstoltak meg. Itt vagyunk a Taste of Transylvanián, kipróbálunk egy kaját, marhasztéket, lássuk milyen. Nagyon finom, de nézzük meg, hogyan készült. Egy flatiron steaket fogunk elkészíteni, milföldkrumplival, medvehagyma pestóval, fermentált méteres passzújjal, sonkahagymával, ami meg van szintén szárítva és meg van pirítva, és emellé van egy somszósz borral és egy tárkonyos öntető. És akkor be is dobjuk a húst. Lapocka részéből van kivágva a marhának, egy darab van, és úgy tartják a szakértők, hogy a második legpuhább hús a bélszín után. Ez mivel nagyon márványos és nagyon puha, ezért egy ilyen vékonyabb szelet, mert ugye ez vékonyabb szelet, nem úgy, mint egy hátszín vagy a bélszín, 10 perc. 10 perc alatt tökéletesen márványossága miatt puha lesz, ugye a zsírrétegek miatt könnyebben átsül, szaftos, puha, és itt meglátjuk, gyönyörűen márványos csillogó lesz. Beteszünk mellé a krumplit is. Ez a milföld krumpli, ez kacsazsírra készül, vékonyra vágott réteget krumpli, és medvehagymával nézesítve. Ide igazi gurmandok járnak, akik szeretik a különlegességeket, és értékelik azt, amit mi készítünk, szóval nekünk ez igazi élvezet, mert rákérdeznek, elmagyarázzuk, értik, hogy miről van szó, ha nem értik, akkor meg akarják tanulni, hogy miről van szó, és van egy filozófiánk, amit szívesen fogadnak. Úgyhogy nekünk ez egy külön öröm, ez egy külön siker. Még egy nagyon-nagyon keveset. A húst. Végig meg szoktuk fejezni egy ilyen kristályos sóval. Ez jobban megtapad a hús felületén, és ezáltal jobban beszívódik.
Semmit nem teszünk rá, csak a legvégén ezt. A hús minősége az magáig beszél, úgyhogy nincs szükségünk semmilyen varázslatra ahhoz, hogy... Semmilyen fűszer nincs. Igen. Úgy gondoljuk, hogy a többi köret, a szósz, meg az olajak, meg amiket készítettünk hozzá, a zöldségek, azok megadják azt a pluszt, ami emellé a hús mellé kell, ami ez magában megadja azt a szaftosságot, meg különleges marhaízt, ami egyedi. Most pihentetjük a húst egy hozzáötelegesen 3-4 percet. Ugye most nagyon nagy a hőmérséklet a felszínén. A belsejében 50-től 56-ig kellene legyen, reméljük úgy is van, és ha hamar felvágjuk, akkor hirtelen ugye a kinti 20 fokos hőmérsékletben elveszíti a szaflet. Ezért keveset adjuk, mint a szivacs felszíj magában. És most felvágjuk a húst, figyelünk arra, hogy hogyan jönnek a rétegek. Itt kettőre fogom tálalni, úgyhogy elvágom ezt a húst kettőbe, és úgy vágom fel. Ráteszem a mardonsót, ahogy ígértem. Gombát, háromfajta gombánk van itt. Shiitake, laska gomba és róka gomba. Olajban, vajban megpirítva. Kakukkfűvel, mint ahogy láthatjuk. Ez itt a somszósz. Sonkahagyma, pirított sonkahagyma. A fermentált méteres passzúj. És a cellerolaj. És a végén befejezzük mikrozöldekkel. És jó étvágyat kívánunk! A legtöbb kulturális intézmény házatáján elkezdődött már az új évad, így egyre több programot hirdetnek. Ezek közül válogattunk, az eredményt pedig már is mutatjuk önöknek. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Ma szeptember 17-e van, kedd. A mai nap szülöttje Bán Ferenc magyar építész, a kortárs magyar építészet egyik legprogresszívabb alakja. Valamint 1844-ben szintén ezen a napon született Puskás Tivadar mérnök, a telefon hírmondó feltalálója. Önök a kimenőből értesülnek Erdély legújabb eseményeiről. Tartsanak velem! Rendhagyó dráma irodalmi barangolásra hívnak minden érdeklődőt szeptember 21-én 19 órától. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház épületében megrendezésre kerülő második színházi tájfutás keretében. Az esemény a 80. évadot ünneplő rendezvénysorozat nyitánya is egyben, amelyre olyan 2-4 fős csapatok jelentkezését várják, akik szívesen felfedeznék a színház épületének rejtett zugait, valamint találkoznának a magyar dráma irodalom ismert, illetve kevésbé ismert műveivel. Két világ közé hajítva, melyikhez nyújtsam jobbom, nem tudom. Ezt a madács idézetet választották az előadás mottójául az alkotók. Az előadás örök, szinte mindennapi témát dolgoz fel. Anyós és menny ellentéte, ellenségessége, és a köztük örlődő, mindkettőt szerető férfi tehetetlen fájdalma. Kit szerettél, madács? A Bekecs Néptánc Színház előadásában szeptember 24-én este 7 órától a Szentegyházi Gábor Áron Művelődési Házban. Szeretettel meghívnak minden kedves érdeklődőt az aktív és egészséges életmódra inspiráló, annak számos aspektusát bemutató aktív Székelyföld konferenciára. Az egész napos eseményre szeptember 21-én kerül sor Sepsiszentgyörgyön, a Sepsi Arénában. A rendezvény egyaránt szól fiatalokhoz és idősekhez, sportkedvelőkhöz és az egészséges életmód elkötelezettjeihez, vagy a közösségért tenni vágyókhoz. Vége a mai kimenőnek, legközelebb holnap jelentkezem. Remélem nem ülnek otthon, hanem szórakoznak, találkoznak és jól mulatnak. Én most búcsúzom önöktől, viszontlátásra!
Kedves nézőink, műsorunk végén köszönöm a figyelmüket. Találkozzunk holnap is a már jól ismert időpontban. Szép estét kívánok, a viszontlátásra!